Ismét megdölt itthon a migrációs rekord, egyetlen nap alatt több mint 670 illegális bevándorlóval kellett intézkedniük a rendőröknek. Egész évben sokkal nagyobb volt a nyomás, mint korábban, eddig 42 ezer határsértőt és 460 ember csempészt fogtak el. Német Szilárd államtitkár a határkerítésnél azt mondta, a határ gyakorlatilag hermetikusan le van zárva, a magyar emberek békében, biztonságban tölthetik az évvégi ünnepeket. 1500 bevándorló él a szabad ég alatt ebben a Bosnyák sátortáborban a horvát határ közelében. A hideg idő beköszöntével a helyzet egyre nehezebb, a központ ugyanis nem téliesített. A Nemzetközi Migrációs Szervezet ezért közölte, azt haladéktalanul be kell zárni. Csak hogy a migránsoknak nincs hova menniük, így várhatóan megpróbálnak elindulni Nyugat-Európa felé. We are hopefully to the... Csak abban reménykedem, hogy az Európai Unió megment, mondja ez a pakisztáni férfi. Az utánpótlás közben folyamatosan érkezik, a helyiek gyakran készítenek felvételeket arról, ahogy több száz újonnan érkező bevándorló gyalogol az út mentén, a legtöbben minden nap próbálkoznak illegális határátlépéssel Horvátország felé. Még rosszabb a helyzet a magyar-szerb szakaszon, ahol jelenleg ennél is nagyobb a nyomás, orgossal naponta érkeznek a taxik és a buszok, amelyekkel több tucatnyian jönnek a térségbe. Majdányon a helyiek már végső elkeseredettségükben kiírták a kapukra, hogy tilos a belépés, hiszen a ház tulajdonosa otthon van. Toj ne normális, <laughs> van. Ez nem normális, ezt épp észre nem lehet elviselni, ami itt történik. Nagyon sokan vannak, és nagyon sok házba betörnek, meséli ez a helyi férfi. Itthon csütörtökön délután is sokan próbálkoztak illegálisan bejutni az országba, a magyar hatóságok azonban megállították őket. Egy bolgár sofőr ellen azért indult eljárás, mert hat embernek segített illegálisan az országba lépni, az m 0 autóúton buktak le. A palotai határát kelő helyen közben 8 határsértőt találtak egy román kamionban. Csak csütörtökön, mint egy 670 bevándorlóval szemben intézkedtek a hatóságok. A hét elején két nap alatt sem jöttek ennyien. De az éves rekord is megdőlt. Több mint 42 ezer. Határsértőt fogtunk el az idei évben. Az elmúlt három évhez képest is lényegesen többen jöttek idén, mint egy 42 ezer határsértőt és 460 embercsempészt fogtak el a rendőrök. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a Kelebián tartott határszemle után. Bakondi György hangsúlyozta, nem könnyű a határőrizeti helyzet, hiszen folyamatosan érik politikai támadások hazánkat. Közelmúltban épp az Európai Bíróság döntött a tranzizónák jogellenességéről, amit már régeség megszüntettük, tehát hogy egy okafogyott döntés volt. Bakondi György hozzátette, ez is azt jelzi, hogy a magyar kormányt arra akarják rávenni, hogy engedje be a migránsokat. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pedig arról beszélt, hogy Brüsszelben a baloldali politikusok most is azon dolgoznak, hogy a soros tervet végrehajtsák. Ki is mondták, hogy 34 millió Migránst akarnak behozni Európába, 34 millió migránsnak eh, eh, akarnak eh, pénzt adni, munkanélküli jövedelmet, lakást adni állampolgárságot adni, és természetesen aztán a legvégén kiderült, hogy ez szavazati joggal is járna. Ez egy őrült terv, erről már Orbán Viktor miniszterának beszélt a Kossuth rádióban. A kormányfő hozzátette, Nyugat-Európa nem tolerálja, hogy Közép-Európában máshogy gondolkodjunk bizonyos kérdésekről, hanem ránk akarja erőltetni a felfogását, erről pedig lesznek még vitáink. Ők továbbra is egy bevándorlásra épülő Európát szeretnének, 34 millió bevándorlónak a akarnak lakást adni, fizetést adni, segélyt adni, és így tovább, amit én egy őrült tervnek tartok, de nem vitatom el a jogukat, hogy ilyet tegyenek magukkal, azt a jogukat elvitatom, hogy velünk is ezt akarják tenni. Orbán Viktor leszögezte, Soros György és a baloldal továbbra is a migránsok betelepítésén dolgozik, de Magyarország megvédi a határait.